Miután az Erste Ligától búcsút vett, a belföldi bajnokságra összpontosít a gyergyói hoki klub. Az alapszakasz itt is a végéhez közelít, és a gyergyószentmiklósiak számára már biztos, hogy a negyedik helyen végeznek, így ezeken a meccseken felkészülnek az elődöntőkre. Ilyen tekintetben a galaci Csészémi elleni találkozó nem sikerült a legjobban, hiszen vereséget szenvedett a hoki klub. Már az első harmadban rosszul kezdtek a házigazdák, sorra lőtték a gólokat a vendégek, már a hetedik percben 3 góllal vezettek. Utóbb valamennyire kiegyenlítődött a játék, ám végül 6-3-ra győzött a vendégcsapat. A héten még 2-szer találkozik a két együttes, pénteken és szombaton. Ezt követően a gyergyóiak hétfőn Brassóban lépnek ígre az alapszakasz utolsó találkozóján.